December első hete minden gyermek életében a Mikulás várással telik. Mikor elérkezik a nagy nap, este megtisztítják a csizmákat és kirakják az ablakokba. A várakozás nehéz ugyan, de reggel a piros csomaggal megpakolt lábbeli széles mosolyt varázsol a kicsik arcára. Nem csak a családokban, hanem az óvodákban is készülnek a Mikulás érkezésére. Mezőkövesden mind a négy tagintézményben versekkel, mondókákkal és énekekkel várták a nagyszakállót. A Móra Ferenc úti tagóvodában zenés, énekes produkcióval kedveskedett a Mikulás a gyermekeknek, a László Károly úti, a Dohány úti és az Egri úti tagóvodában a kicsik produkciói után báb előadást láthattak Zuzmó Banóval. A tanulságos, vidám előadás után a gyermekek lázasan bontották fel a Mikulás puttonyából előkerült ajándékokat.